Tiszteletel és szeretettel köszöntök mindenkit Győrben. Mondjuk el az Om Nám mantrát hétszer közösen. Oh. és uraim, korszakalkotó kérdéshez érkeztünk, miért vagyunk itt? És nem kifejezetten csak a darma beszéden, miért vagyunk pont emberi testben? Miért vagyunk magyarok? Miért születtünk ebbe az országba? És mi a dolgunk ebben az életben? Amíg az ember úgy fiatal, siheder és keresi a racionális magyarázatokat, addig a miért alapú kérdések Jönnek fel. Amikor már erre részben választ kapott, mert egészben sose lehet a mi értekre, akkor jön az a kérdés, hogy hogyan. Ekkor vagy úgy felnőtt. És a felnőtt kor eltart egy jó darabig, és a hogyan utána átmegy mikorba. Hát Miért élünk, miért vagyunk ilyenek? A felnövekvés szolgálatában álló kérdések hogyan érjük el a felébredést, hogyan segítjük egymást, hogyan élünk, hogyan lesz lakás, kocsi, nyaraló, wellness center, stb. Ez a felnőttség kérdése. És a vége fele, hogy hát mikor kapom az apelhet reggelente ágyba? Vagy mikor jön a nővérke? Vagy mikor jön az unokám a születésnapon kívül meglátogatni? ahhoz képest, hogy ez az univerzum a mi felfogásunk szerint milyen elképesztően nagy, idős és determinált, ahhoz képest mi rendkívül rövid ideig élünk, elképesztő kicsik vagyunk, és nagyon sok szabadságot szeretnénk. Tehát úgy tűnik, mintha a rossz univerzumban születtünk volna, ahol nagyon sok kötöttség, rendkívüli tér-időtávolságok, vannak, és euh, mihelyt az ember megszületett, és tudatos lett 10-20 évesen, rájön, hogy meg fog halni. Tehát hogyan lehet egy életet úgy élni, hogy a tarkódban ott ketyeg az óra, és tudod, hogy ahogy a köldögzsinórodat elvágták, már megváltottad a jegyet a ladikra, és ott van az obulus előkészítve káronnak. Oda kell adni. Ez a fajta linearitás, hogy megszületünk, ilyen kis mojlepke-szerűen röpülünk valamennyit, és utána a lángjában elégünk, ez nem a legjobb kilátás egy kreatív, jelentéssel bíró társas életre. Kell valami több, kell valami egyszerűbb, ami a törvényt mélyebben fölfedi, ez a törvény a darma, az univerzum működésének a törvénye. És a zen, illetve minden egyévállást célzó irányzat azt tanítja, hogy ez az út belül kezdődik. Tehát magunkba kell néznünk, és ezt a mikrokozmoszt felfedezni ahhoz, hogy a makrokozmoszra helyesen lássunk rá. Ha megtaláljuk, hogy mi, miből vagyunk összerakva, kik vagyunk, és miért működünk így, akkor rátalálunk arra, hogy a makrokozmosz micsoda, miért ilyen, és miért működik így. Ezt az összefüggést úgy szokták mondani, hogy ha meg akarod ismerni a világegyetem természetét, akkor tapasztald úgy, mint amit egyedül a tudat teremt. Ha nem gyakorolsz, akkor ez a mondat körülbelül annyit ér, mint hogyha azt hallanád, hogy Isten teremtett mindent és mindenkit. Nincs tapasztalás de a tudatot sokkal könnyebben tudod tapasztalni, mint bármi mást. Miért? Mert eredetileg az megvan. Egy tanító költemény, a Csak Lás című, így szól. Megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Értsd meg, láss rá. Egyszerű, világos. A por és a lényeg áthatja egymást. Ez azért fontos, mert ez körülbelül olyan, mint amikor az orrod hegyét szeretnéd látni. Tehát megtapinthatod, körberajzolhatod, hogyha a tintás és a lapra teszed, akkor a bőröd lenyomata ott van, de szemmel nem látod az orrod hegyét, még hogyha egy kancsítasz, akkor sem. Tehát igaz természetünket látni körülbelül ekkora erőfeszítés, hogy tudod, hogy szemmel nem látod, füllel nem hallod, gondolattal el nem gondolod, mégis megvan. Mégis ez az, ami benned kimondja azt, hogy én, ha megszólal, és ha nem szólal meg, kedves Dékárt, ha nem gondolkodik, akkor is vagyunk. Az európai kultúrának nagyon sok fájdalmas hibája van. Ezt ne nekem hidd el, és ne tőlem tud, hanem mondjuk a tanulmányaitból és tapasztalataidból. Az európai identitás enyhén szólva megoldatlan. Hogyha megnézed az ázsiai kultúrákat, ott egy eléggé szervesnek mondható fejlődés volt az elmúlt három ezer év. 2500 éve, Budha pár száz évre rá, Konfucius, 150 év Laoce, utána Jött Krisztusunk nyugatra, de egy picit keletre is, aztán visszament. És mind az indiai, mind a kínai kultúrkörben az ember identitásához, feladatához, társadalmi beágyazottságához évszázadokon, ha mondhatom, évezredeken keresztül nem fért kétség. Mind a hinduizmus, mind a konfucianizmus, mind a taoizmus így megmondta, hogy te egyénként ekkor születtél, ide születtél, ez a dolgod. Európára ez nem volt jellemző. Az európai kultúra bölcsője még mindig Egyiptomban van. De ahogy Róma következett, és utána a középkor következett, hellenizmust, görögöket ugye beillesztjük Egyiptom és Róma közé. Ez nem volt sem harmonikus, sem következetes, így ezek az identitások, ezek a világfelfogások, ezek a vallások nem épültek egymásra. Ezek elképesztő romboló és pusztító módon következtek egymásból, ezek a birodalmak, világlátások, és így az én élmények is. Ezt a mi kis házunk tája, a Kárpát-medence az elmúlt 150 évben sűrítve bemutatta. Hányszor kellett átalakítanod azt, hogy ki a jó ember, ki a rossz ember? Mi a társadalmilag értékes és értéktelen? Kikben kellene bíznod, és kikben nem? És ezek az identitásváltások, ezek az elmúlt 150 évben eléggé megzúzták ezt a társadalmat is. Melyik birodalomhoz szeretnénk tartozni, és melyikhez nem? Tehát a, a hinta, a komp, a különböző járművek és játékszerek hasonlatával éltek nagyon sokan, amikor országunk sorsát ugye szerettük volna láttatni az elmúlt 150 évben. Hintapolitika, kompország, ugye emlékszünk ezekre. Mindez azért van, mert az identitás nincs letisztázva, sem az emberé, mint általános jelenség. Semmint társadalmi karma, csoportkarma, és ebből következően a családi karma sem stabil. A párkapcsolat sem stabil. Az egyén pedig dezorientált, és nem tudja, hogy ő kicsoda, mert melyik mitológiának higgyen? Egy régi politeistának, vagy egy újabb monoteistának, vagy egy ateistának, egy egyiptomi alapú, egy római alapú, görög alapú, hogy legyen ez, vagy a középkor egyik keresztény ízváltozatát honosítsam meg magamban? Ki vagyok én valójában? Ez azért nem mese és nem mitológia, mert az én élményed az ebben a pillanatban van. Miből vagyunk összegyúrva? Ez dönti el, hogy az önképed mit enged meg. Mit engedsz meg magadnak, férfiként vagy nőként, amikor gondolkodsz, érzel, beszélsz, cselekszel, illetve gondolkodtatsz, éreztetsz, beszéltetsz és műveltetsz dolgokat másokkal. Magyarul, itt dől el, hogy szenvedünk és szenvedtetünk-e, vagy pedig felébredünk és segítjük egymást. A II. világháború után a nyugat elkezdte a keleti tanókat, mint a szivacs felszívni. Az azt megelőző száz évben már voltak ilyen búvó patakok, 20-as években már Amerikában nagyon komoly jogik tanítottak. A Páli Szövegolvasó Társaság Londonban 1890-ben alapult és alakult. Úgyhogy nagyon sokan próbáltak valamit az egység a felébredésből idehozni nyugatra, ahhoz, hogy egy kicsit rendbeszedjük magunkat. A kelet szintén elkezdte a 20. század környékén a Nyugat ideológiáját magába szívni, kommunizmustól a kapitalizmusig egyaránt. Nézd meg, hogy jártak vele. Nézd meg, milyen országgá vált Vietnám, Korea, Japán, Kína, India. India még érdekes módon a brit gyarmatbirodalomból sokkal jobban került ki, mint Kína abból az elképesztő történelmi nyomásból, ami 1860-ban kezdődött, és elvezetett a mostani kor ideológiájáig. Ezt azért mondom, mert az önképből következik a világfelfogás. És a világfelfogásból következik a világgal való kapcsolat, a kapcsolatból egy tapasztalat, és ebből van a hit hogy milyen világban élünk, alul és fölül, az érzékszervek fölött és az érzékszervi síkon. Kik vagyunk mi valójában, és ebből következik a dolgunk. Tehát, ha kimondjuk azt, hogy egy európai ember, akkor itt mindenki mást fog mondani a szobában, hogy ez micsoda. Lesznek közös vonások, és lesznek nagyon eltérő gondolatok. Úgyhogy én lelkesítek mindenkit, hogy a tisztánlátás gyakorlásával lássa meg, hogy miért született ide. Miért született ebbe a testbe. Miért született az adott családba. Miért választott olyan párt, aki épp mellette van, vagy ha nincs párja, miért nincs. És akkor eljut ahhoz, hogy ő egyénként kicsoda. És hogyha változtatni szeretne, Bármin, és bárkin, akkor fordított sorrendben magával kell kezdenie ahogy a művelt római mondta ate te incipi, kezd magadon. És a gyakorlat pont ezt jelenti, ahogy mondtam a bevezető elején, a mikrokozmoszban, a belső világodban hozol létre a változást a tisztánlátás által, és ahogy te változol, úgy változik a párkapcsolatod. Vagy lesz más a következő párkapcsolatod, hogyha ezt már nagyon elrontottad. Így változik a családod, vagy áll össze mozaikból, hogyha már nagyon elrontottad. És így lesz más a társadalmi karmád, amit lehet, hogy nem a saját életedben fogsz meglátni, hanem úgy fölülről nézegeted majd, amikor a fiaid, lányaid küzdenek, már felnőttként. És ezért az egyetlen kifelé vezető út a válságból befelé vezet. Ezért a zen a tudat evolúcióját tanítja a formák revolúciója vagy forradalma helyett. A külső formák szintjén érdemben változást nem tudsz elérni mindaddig, amíg a tudatformádban, a tudat minőségedben nem értél el változást. Ezt remélem mindenki jól látja. Mert akkor munka van. Elvégezzük a belső munkát és a külső munkát. Honnan tudod, hogy ezt elkezdted és kielégítően csinálod? onnan, hogy megszűnsz panaszkodni. Megszűnsz projektálni. Megszűnsz bízni a szerencsében. Megszűnsz félni az ismeretlentől. Megszűnsz valami olyasféle illúziót táplálni, hogy ez neked más lesz, mint a többinek. Hogy te valahogy túléled. Mert hidd el, hogy amíg félsz a haláltól, addig belül reméled, hogy valahogy ez neked másképp lesz. Addigra kitalálunk valamit. Feltöltenek a felhőbe, aztán majd letöltődöm. Te úristen! Hát azt nem vesszük figyelembe, hogy amikor leszülettünk, akkor is, hogy jól letöltöttünk anyába és apába, főleg ugye anyába? De az apai mezőbe is letöltődsz, fizikailag nagy részt anyuban vagy, amikor ugye, állapotos várandóság van. Akkor is letöltöttünk már, és hogyha nem változtatsz érdemben magadon, akkor a következő inkarnációt hasonló szoftverrel, azaz lélektartalommal fog indulni. Legyen? Ilyen legyen, mint a mostani? Mert akkor nyugodtan felejtsd el a darmát, éld meg a karmát, ne tudatosodj, ne fejlődj, semmi esmit ne csinálj, és akkor pont ehhez hasonló lesz a következő, ugyanezekkel a nehézségekkel, traumákkal, örömökkel, mindennel és látom a szemeken, hogy ezt azért nem szívesen ismételné meg senki sem. Tehát a zen, és így a mahaján azt jelenti, hogy ébredj föl és segíts másokon, és ezáltal emeld magasabb szintre a problémát. Minél magasabb szinten van a probléma, annál kevésbé önző. Annál kevésbé rólam szól. Mert hogyha megoldom a sajátomat, akkor segíthetek a páromnak is, a családomnak is, és a társadalmamnak is, amíg én vagyok a probléma, mert nem oldottam meg a saját karmám nehézségeit, addig a társadalomtól, a családomtól, a páromtól kell állandóan segítséget kapnom. Az ilyen játszmáknak a végpontja a betegség. Tehát megbetegszem, megbetegítem magamat azért, hogy figyelmet, szeretetet és egyebet kapjak. Már annyira nem látom a karmámat, hogy amikor szomatizálom, akkor azt hiszem, hogy velem valami rossz dolog történik kívülről. És nem veszem észre azt, hogy a lélek a testre ráterheli azt, amit a tisztánlátás útján nem vettem ki magamból. Nem szűntem meg azonosulni vele. Úgyhogy az út ezért a letisztulás egészség útja, a szó főleg szellemi értelmében, mert a zen az nem egy ilyen testi gyógyító irányzat. Úgyhogy én azt javaslom, hogy nézzünk mélyen ennek a három kérdőszónak az igazi jelentésébe. A miért, a hogyan és a mikor. És nagyon jól válasszuk meg a kérdéseinket. Miért? Rövid az idő. Nem csak a kozmikus távlatok miatt. Nem biztos, hogy ezt most úgy látjuk, ahogy 20-30 év múlva lesz. Emlékezzünk a Ptolemaios szivilágképre, a Kopernikuszira, Kicsit, amikor Galilei meg Newton belekotort, nem volt kicsi. Utána jött Einstein, utána Hawking, most pedig a teleszkóp, a James Webb ugye ontja az adatot. És ha fellövünk egy még nagyobbat, akkor mit látunk? Tehát nem ezektől az érzékelésektől fog függeni a világélményünk. Különösen most, hogy ennyire gyorsan változik a tudatállapotunktól fog függeni, de ez az univerzum nem lesz kisebb, mi pedig nem leszünk érdemben hosszabb életűek. Hát mire használjuk ezt az elképesztően rövid kis szikrát, ami a tudatos életünknek ez az aktív mondjuk 40-50 éve? Ebben tessenek gondolkodni. És akkor az értékszempontok is átrendeződnek, esetleg az időrended is átrendeződik. És ezen az úton tudunk együtt haladni. Úgyhogy, ha ebben segíthetek bárkinek, itt a lehetőség kérdezetek. Én azt kérdezném meg, hogy, hogy ébredjünk és segítsünk a családtagokon, hogy konkrétan a gyerekeimen, hogy tudok én segíteni? Ő, ő, ő rajtuk még könnyebb hidd el, mint a felnőtteken. Már húsz évesek. Akkor is, te vagy az anyjuk. Tehát a, az elképesztő kizárólagosság, ami az anya és egy picit az apa szerepe, az sohasem múlik el. Nyitottak? Kérdeznek? Meghallják, amit mondasz? Ez a kérdés. És a gyereket szerintem még felnőtt korában is úgy lehet tanítani, hogy a kérdéseire válaszolsz. És a kíváncsisága vezesse, később a problémái vezetik, meg az ambíciója. A gyakorlatod mértékében leszelte erősebb és tisztább tudatú. Valójában ők ezt követik. A gyerekek mindig megtalálják a szülő gyenge pontjait, és közben az erősségére kell, hogy támaszkodjanak. Ez egy hatalmas paradox. De ha ezt párkapcsolatban valaki nem tapasztalta, akkor igazából nem beszélgetett a másikkal. Tehát a gyerek tanítható mindaddig, amíg be nem zár. És szerintem, bár még Benedekkel, a drágával nem tartunk ott, az irányított dackorszak egy nagyon jó tanító élményehez. Hogyan tudod a gyerek lázadását úgy irányítani, hogy pont az ellen lázadjon, ami ellen kell. És ezzel ne azonosítsa a szülőt. Tehát úgy váljon felnőtt, hogy közben ne idegenedjen el apjától, anyjától. Ez gyakorlatilag így megy. Iszonyat gyorsan megy. Olyan gyorsan elidegenedünk, hogy hihetetlen. Mégis a saját tudatod állapota, a saját együttérzés, bölcsesség együtthatód, ez fogja eldönteni, hogy a gyerek még 20 évesen is bízik-e benned, és hallgat -e rád. Tehát a szülőnek érdemes pár dolgot megtartania. Egy, feleslegesen nem beszélünk. Nem győzködjük egymást. Merjük megvárni a probléma kritikus küszöbig való érését. És hogyha ez megvan, akkor válunk taníthatóvá, mert a szenvedés elért egy bizonyos fokot, amitől a lélek megnyílik, mert az önkép már nem tartható. Az addigi világnézet már darabokra tört, de az ember még egészben van. Az ember még nem esett szét, csak a világképe. Úgyhogy nézd meg azt, hogy mi által válnak taníthatóvá a gyerekek. Akárhány évesek. És hogyha megfelelően ismered fel a helyzetet, megláttad, hogy ők miért születtek hozzád. Ha jobban látod őket, mint ők saját magukat, akkor nem csak a szülőjük, vagy, hanem a tanítójuk is. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés. A halálfélelem szót is említetted a bevezetőben, és azzal kapcsolatban kérdeznélek, hogy sokan várják a vallásoktól a halálfélelemnek, vagy a halállal kapcsolatos félelmeiknek és egyéb félelmeiknek a megszűnését, hogy milyen mértékben tud ez megszűnni, és szükséges -e ennek teljesen megszűnni, Ezt szeretném megkérdezni. Szerencsére vannak Hospizban dolgozó ismerőseim, és ők mondták, hogy az ortodox, tehát tényleg nagyon bigott vallásos nézeteket, ilyen dogmatikus módon tartó emberek, ahogy közeledik a halál, ők azok, akik a legjobban félnek tőle, mert ugye bomlik az illúzió, az elme nem tudja föntartani a folyamatos működést, amivel a tűzfalat táplálja, tehát a valóság és a köztelévő tűzfalat. És hát ezek az abszolút hiedelmek, amikor próbálom ismételgetni, amit addig olvastam, hallottam, de semmilyen tapasztalatom nincs, főleg transzcendens nincs az ügyben, amikor ez bomlik, tehát olyan, olyan páni félelem, harag, agresszió, gyűlölet szabadul fel, hogy az valami hihetetlen. Hihetetlen. Hát ahhoz, hogy tényleg megismerjem, hogy mi az, ami az életen és halálon túl van, az pont ezt a dogmatikát kell lebontani, de a transzcendens irányultságot megtartani, tapasztalni kell, és nem gondolkodni. Az, hogy mennyire szűnjön meg a halálfélelem, ez döntsd el te. Valójában ez egy olyan kérdés, hogy amikor az úton haladsz, akkor kiderül, hogy az akadálytól mentes tudatban nincs félelem, és nem akar az ember akadályoztatva élni. Ez a szívszútrának a nagyon mély és világos tanítása. Nem sok pszichológia van benne, de a lényeget elmondja. Utolsó harmad, tessék meg megnézni. Mivel akadálytól mentes a tudata, rettenthetetlen, nincs benne félelem, és meghaladva minden illúziót, az ellobbanást eléri. Tehát ez nem az az ellobbanás, amikor kifogy a gázpalack. Ez az, amikor az énségnek, az elkülönült énségnek, az egoitásnak a képzete ellobban, és az egyévvállás tapasztalata megszületik, akik jogát gyakorolnak, a gyánából átmegy a szamádiba, és a szamádi az az egyévvállás tapasztalata, ahol ellobban az énség. És a gyána egyébként az a zennek úgy az előfutára. Úgyhogy ahogy az akadályok hárulnak el, a téves nézetek szűnnek meg, a hamis önképek bomlanak le, úgy a halálfélelem is csökken, és meg is tudsz szűnni, mert már nem életben és halában gondolkodsz, hanem abban, hogy milyen irányt követsz életeken keresztül. Tehát az egyik legjobb dolog az, hogy elolvasod a Menedékvétel és Fogadalom című pasztust az énekeskönyvben, ezt minden reggel elmondjuk a templomban, és életeken keresztül követjük a bóthiszatva utat. Testet váltunk, köszönöm. Öltönyt beakaszt a szekrénybe, másik öltönyt föl lesz. nem, nem a haláltól kell félni, és nem az élettől. Meg kell ismerni az átmenetet, meg kell ismerni a köztes lét négy nagy állapotát. Két rövidet, le- és fölmenettel, két hosszabbat, testen kívül és testben. Úgyhogy ahogy hárulnak el az akadályok, úgy múlik a félelem. Kinek van még kérdése? Amíg nem voltak gyerekeim, addig igazándiból én nem éltem meg félelmet, még akkor sem, hogyha esetenként történtek velem olyan dolgok, amik miatt más elvileg félne. De amióta gyerekeim vannak, én tesen átestem a lótús oldalára, tehát még attól is félek, amitől nem kéne, és nem magamat féltem, hanem őket. Hogy ezen hogy lehet dolgozni. Ez még nekem is feladat. Amikor nekem megszületett 13 és fél hónappal ezelőtt, és először rám nézett innen, aranyóra megvolt, anyára is rátették, és az apakarjában is itt volt, gyakorlatilag 20 percesen. Az a szempillantás, az a lélekkapcsolat mindent megváltoztat, és meg is kell, hogy változzon benned, így válsz anyává és apává. És valami olyan karmikus zuhatag vonult át rajtam, hogy a Niagara ahhoz képest szalajka bölgy. Ismerős. Hány Dehogy. van? Kettő van. Hát a harmadik itt harmadik van, ott, van. ugye? És a kettő már kint. Gratulálok. A puka itt van esetleg? Vagy, Nincs, a, vagy, van a, vagy van. a kettőre vigyáz. Önfeláldozó és Abszolút. önzetlen apuka, üdvözletemet küldöm, és gratulálok. Ő küldött akkor tényleg tud valamit. Na, kérem. Visszatérik egy kicsit Sákyamoni Buthára, mert az életrajzok ugyan leírják, főleg a világibb forrásból származó életrajzok, hogy 28 évesen ő egy gyermeknek adott életet. Ráhulának hívták, és a feleségétől, ugye a született, és az volt ugye a mondása erre, hogy Ráhula született, bilincsem született, erre így rájött, hogy ez mit jelent, akkor ő elmenekült a nyugati források szerint. A keleti szerint felébredt az élet és halál tudatára, és meg akarta mindezt haladni, elment az erdőbe, és gyakorolt hat évig. Tehát a gyerekkel visszatérése után olyan 7 éves kora környékén látta először az apját érdemben. Hát nekem egy újabb 28 év után már szerzetesként, házas szerzetesként született Benedek, és azt éreztem, hogy Benedek született, kis Budhám született, mert már tudtam gyakorolni, nekem nem kellett elhagynom így senkit és semmit érdemben. És azt éreztem, hogy most, amikor gyakorló szerzetesként, tanítóként, apátként, gyermekem született, az élet sarkantyúja úgy belevágta a felelősségérzetet az oldalamba, hogy ki se fog jönni. Soha. Tehát amiért a buddha hat év alatt elérhette a felébredést, az nagyban annak is lehetett köszönhető, hogy ott hagyta a gyerekét, és olyan bűntudata volt, és olyan elképesztő felelősségérzete volt, hogy inkább vagy meghal, vagy elér valamit, addig, amit eddig senki nem ért el. Hát ezt a motivációt ez csak az érzi, aki érdemben szülővé vált. És nem akarom elvitatni azon világi vagy szerzetesi gyakorlóktól ezt az erényt, akik fizikailag nem hoztak gyermeket a világra, és ezt a lélekkapcsolatot nem élték át. De aki átéli, annak a világképe és önképe radikálisan átalakul. És az első ilyen elképesztő ráébredés az, hogy Atya, Úr, Isten, milyen világot hagyunk a gyerekre? És most már tényleg nem úgy kéne nézni a világot, amit apáinktól örököltünk és anyáinktól, hanem amit a gyerekeinktől vettünk kölcsön. És euh, eddig sem volt különösebb motivációs problémám a gyakorlattal, de most, mint a parancsolat bent vagyok a darma teremben naponta legalább kétszer, de inkább háromszor. Mert én azt látom, hogy ha nem dolgozom rendesen magamon, akkor nem tudom rendesen felnevelni a gyereket. És én kívánom, hogy valami módon, de mindenkinek a lelke legérzékenyebb pontján a felelősségérzet úgy vágjon a húsába, hogy ez a motiváció megszülessen. Kiderül, hogy nagyon nem babra megy a játék. Elképesztően komoly az a rövid idő, amit itt töltünk. És a gyerekeink lelke meg fogja mutatni, hogy valójában mit csináltunk. Úgyhogy nagyon jó a kérdésed, igen. Ez így van. Köszönöm. Nagyon szívesen. És háborítatlan szülést kívánok a harmadikhoz is. Köszönöm. Szívesen. Mondtad, hogy a gyerekeinknek tanítóvá váljunk, hogyha én szeretnék tanítóvá válni a gyerekeimnek. Mit javasolsz, mi lenne az első, második, harmadik lépés, amit tennem kéne? Az, hogy tényleg lásd úgy a gyereket, ahogy van. Ez a nulladik lépés, hogy magadat lásd, úgy, ahogy vagy. A saját tudatodat tisztítsd meg annyira, hogy a saját szűrőid, torzulatait, töréseid, traumáid kellőképpen tűnjenek el. Ekkor látod a gyereket úgy, ahogy van. És ekkor a gyerek ösztönösen bízik benned. Mert érzi azt, hogy ezen a tisztánlátáson keresztül kapcsolódhatsz hozzá, és ő is kapcsolódhat hozzád teljes sávszélességgel. Ha ez nincs meg, akkor te akarhatsz bármit, lepattansz arról az önvédelmi falról, ami a gyerekben azért van, mert úgy érzed, hogy nem látod jól, nem érzed őt, az ideáidat akarod belényekciózni, de nem érzed, hogy a lelkében mi van. És ez, mint beszélgetés, meseolvasás, nem elég. Itt rálátás és egyévállás kell, igen. A tudattól tudatig való átadás és kapcsolat, az nem csak az empátriárkák között volt távolról és érzékszervi síkot meghaladó módon, hanem a családban is jelen kéne legyen érzékszervisíkon lélektől lélekig. És ehhez a transzcendens út egy rendkívül tiszta és egyszerű módszert kíván. Takarítsd el a saját énségedet az útból. Az összes többjából következik. Köszönöm. Szívesen amikor neki meditálni. Nem neki Nekülök. igen. Nem nem. Utána egy kis idő elteltével a gondolatok jönnek, mennek. Érzel... Van egy kis idő, amíg nincs? Nem, sajnos nincs. Érzelmei... Tehát azonnal? Igen, megállás nélkül. Akkor tényleg ember vagy és nem gép. Ez nagyon jó. Tehát nem kapcsolgatjuk ezt a port. Ez rögtön jön. Igen. Érzelmeket nem érzek közben. Érzeteket igen. És... Majdnem mindig elkezdek könnyezni. Mert az elfolytott érzelmek könnyezéssel járnak. Igen. Oké. Okay. És ezek a könnyek, ezek nagyon lassan jönnek elő. Nagyon-nagyon véded magad a saját érzelmeitől. Igen. És nagyon marnak. Mert nagyon, -nagyon nagy a sótartalmuk. <laughs> Igen, így, így erre én is rájöttem, hogy valószínűleg ez lesz az oka, így technikailag. Viszont nem tudnom kell ennek az okát? Nem. Jó. Látnod kell a folyamatot. Oké. Okay. Tehát kétféle meditáció van. Az egyik a tárgyatlan, és ezzel kezdjük. Kiülsz az idő partjára, és engeded a tudat folyamot szépen folyni magad előtt. És nézed. Nem nyúlsz bele. Engeded, hogy az úszadékfal döglött hal, a kérészéletük is, tisza virág, az mind-mind ott szépen menjen lefele. Türelem. Majd jönnek az érzelmek is. És amikor már eléggé szilárd a folyó partján a helyed, akkor engedheted meg magadnak, hogy a tárgyassal is foglalkozz. Hogy az ott mi. Miből táplálkozik és mit táplál. Ugyanis van olyan hal, amely kiugrik a folyóba, kiugrik a partra, és ott tátog előtted, az a legmélyebb, a legelfolytottabb karmád, és együttérzően vissza kell dobni a vízbe. A kelet semmiféle diagnózist, artikulálást, önismereti technikát, önfejlesztési módszert nem tanít. A felébredést tanítja, a nem azonosulást tanítja, az egyévállást tanítja. A nyugat, mivel olyan istenkép, világkép és önképe van, amilyen, ezt a bevezetőben mondtam, hogy darabokra van törve, ezért sem az alfát, sem az omegát nem látja jól, mert az önvalóval nincs tisztában. Kivetíti valamilyen istenképre, vagy panteonra, vagy egyébre. Ezért sem a kezdet, sem a vég, sem a teremtés, sem a pusztítás, vagy tisztítás nem világos a nyugat számára. éppen ezért nem lehet hozzányúlni elmével a karmához. Hanem hagyni kell, hogy mindenféle rendszeralkotás, diagnosztizálás, matekozás, javító szándékú, fejlesztési szándékú tevékenység nélkül te ott ülj a pillanatban, azaz itt. És enged, hogy a tudatfolyam elkezdjen egy öntisztító, tudatosodó üzemmódba átmenni. Minél jobban figyelsz, annál tudatosabb vagy, minél kevésbé szólod szét a múlt jelen jövő kontinuumában, annál tisztábban látsz. És eljuthatsz olyan felismerésekig, hogy jaj, de jó, hogy nem szólaltam meg, mert abban a pillanatban bármit mondtam volna, helytelen lett volna. Jaj, de jó, hogy nem tettem épp akkor semmit, mert amit tettem volna, nem lett volna annyira hasznos, mint az a nem cselekvés, amit gyakoroltam. Ebből következik, hogy megtanulsz helyesen cselekedni, megfelelő időben és módon cselekedni. És akkor úgy tűnik, hogy hidat tudtunk építeni kelet és nyugat közt. Artikuláljuk a karmát, amikor kell, és leválasztódunk róla, nem azonosulunk vele, amikor az kell. Úgyhogy ebben az irányban kellene tovább menni. Köszönöm A feltétel nélküli elfogadással kapcsolatosan eh, szeretnék kérdezni, hogy ez lehet-e, ezt megkaptam, mint, eh, mint egy javaslatot, de ugyanakkor nem tudom, hogy ez egyáltalán egy elérhető, reális elvárása. -e. Te olyan jó ember vagy? Szeretnél tökéletes lenni? Nem tudom, hogy le, nem hiszem, hogy lehetséges. Jó. Ha ezt feltétel nélkül el tudod fogadni, akkor rendben van. A jósággal az a baj, hogy tökéletes akar lenni, és nem tud. Hogy az elfogadás, a feltétel nélküli, az mindent és mindenkit át akar elni, de nem tud. Feltétel nélkül el kell fogadni azt, hogy nem tudsz mindent és mindenkit feltétel nélkül elfogadni. Ekkor vagy a középúton. Köszönöm. Szívesen. Honnan tudom, hogy a gyakorlatom jó irányba halad? Meg kell kérdezni a tanítódat. Jó irányba halad? Nem. <laughs> Mit kéne tennem, hogy jó irányba haladjon? Nem kéne ellenőrizned magadat. Jó. Ja. Köszönöm szépen. Mi az eredeti arcod? És még? A piros a ruhád. Akkor jó irányba halad mindig bíz abban, amit látsz, hallasz, szagolt, tapintasz, ízlesz és gondolsz, és mikor bízhatsz benne, ha az elméddel nem szennyezed be a tapasztalatot. Nem kezded el gondolattal hajlítgatni a valóságot jobbra balra, hogy neked az hogy legyen jó. Vagy egy másik ember neked hogy legyen jó. És ezt így érzelmekkel, gondolatokkal, kis okos szavakkal elkezdjük itten menedzselni. Ugye? Na, ennyit a feltétel nélküli elfogadásról. Hol ficcen ez nagyon meg? Az emberi kapcsolatainkban hol a legérzékenyebb a párkapcsolatban. Hol jön ki nagyon hosszan és a fájdalmasan a családban, mert ott már kötés van. Külkemény kötés, ott a gyerek. És a, 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 gyermek lelke az oltár, ahol a felnőtt énségeknek el kéne hamvadniuk, és nem ezt látjuk. Tehát az elmével, azzal a duális motorral, ha túlhúzod a gázkart, olyan ítéletalkotó üzemmód, tudunk hogy mindenki rossz, csak te vagy jó. Innen tudod, hogy valami nagyon nagy baj van. Hogyha nem működtetjük, akkor minden mindegy. Minden mindegy. Minden olyan, amilyen minden mindegy. És nem tudjuk a tisztát és a szennyezettet megkülönböztetni. Nem tudjuk, hogy mi visz előre, és mi húz hátra. Tehát a mindennapi megkülönböztető bölcsességünket ad meg nekünk ma, de szabadíts meg az ítéletalkotás gonoszától. És innentől kezdve, hogyha a gyakorlatodat jól akarod csinálni, akkor szűnjön meg az, hogy én most jó vagy rossz ember vagyok, hanem most milyen helyzetben vagyok, mit látok, mit hallok, mit tapasztalok, milyen kapcsolatot építek ki, és hogy cselekszem, hogy működöm. Ez tesz autonómá. Ezért szeretem a zent, mert nem olyan guruváda, hogy mindent a tanító mond meg, de a tanító azért kell, hogy ha te éppen megbolondítod magadat, és ezáltal másokat is, akkor kapj egy hatalmas nagy tockost, ugye, ha kell 30-szor, hogy ébredj fel abból az illúzióból, amit éppen követsz. Ezáltal visszautalak téged a gyönyörűséges buddha természeted kertjébe, ahol újra energiát és tisztaságot kaphatsz ahhoz, hogy ismét önmagad légy. Tehát a tanító tanít. A tanítvány tanul, az úton járó, halad, aki meg nem csinál semmit, az így zuhan lefele. Különösen mostanában. Hello. Egy olyan kérdést szeretnék feltenni, mert közben így feljött bennem ez a gondolat, főleg itt az utolsó mondatodnál, hogy, aki zuhan, annak hogyan tudunk segíteni? Aki nem akar tudatos lenni. Kétféle zuhanás ego... van. Figyelj, kétféle zuhanás van. Az egyik, aki ordít, a másik, aki csendben van és összeszorított szája zuhan lefele. Aki ordít, annak lehet segíteni, mert kapálódzik, és oda dobsz egy kötelet, megfogja, kicsit megégeti a kezét, de egy idő után stabilizálja magát. Tehát az a kérdés, hogy a szenvedés által az emberek taníthatóvá válnak-e vagy sem, és nagy részük nem. Egyrészük igen. Tehát amikor arról van szó, hogy egy hozzád közel álló, neked fontos ember nem hallgat rád, és továbbra is e, zuhan összeszorított szájjal lefelé, akkor azt nézd meg, hogy ő a való világban kire hallgat. Mindenkinek van valamilyen kapuja a lelkében. Ehhez a kapuhoz nem biztos, hogy neked van kulcsod. De meg kell találni azt, akinek van. És az szépen kinyithatja és segíthet neki. Akinél ez nem lehetséges azért, mert úgy zuhan, hogy nagyon gyorsan és tényleg elfalazza magát, ott meg kell várni, amíg csattan. És amikor csattan, akkor biztos, hogy valami komoly trauma, dezintegráció és a többi keletkezik. És ekkor vagy az van, hogy meghal, vagy az van, hogy följebb jön, és elkezd tudatosodni, például szenvedélybetegek. A fordított harangörbét mindenki ismeri, 12 lépéses terápiának az alapsémája, és ezt nem csak alkoholral, vagy kábítószerrel, ezt minden szenvedélybetegséggel itt tapasztalják azok, akik belementek, elértek egy mélypontot, és az utolsó csepp, szúrás, adag előtt volt egy kérdés, hogy igen vagy nem és hogyha megtette, meghalt, ha nem tette meg, akkor elindult fölfelé a görbén. Ezt szoktuk úgy hívni, hogy kinek mikor elég. Mennyi szenvedés kell ahhoz, hogy levesse azt az egókérget, ami által, ami miatt korábban nem volt tanítható. És ekkor elindulunk az úton. Tehát mennyire vagy érzékeny? Tehát az ember érzékenységre szükség van. Ringer küszöböt minél lejjebb vigyük, és az energiaszintet emeljük minél magasabbra. A buthának 28 évesen csak annyi kellett, hogy meglátta a születést, öregséget, betegséget és halált. Legtöbbünknek ez nem elég. Tehát a személyes, komoly szenvedésre van szükség ahhoz, hogy valami a komfortzónádból kilendítsen. Valami az addigi önképedet összezúzza, és akkor válsz taníthatóvá, és akkor akarsz valami segítséget, amitől te jobban fogod érezni magadat. Tehát legyünk érzékenyek a valóságra, egymásra, a saját karmánkra, és akkor nagyon kevés szenvedés elég ahhoz, hogy elkezdjünk az úton járni. Köszönöm. Szívesen. Valaki eljutott ehhez a csattanó szinthez, és rövid időn belül elhunyt. Azzal ö... Lehet oldani egy ilyen esettel egy karmát, esetleg családi karmát? Lehet, ez akkor de indirektet. Tehát azok, akik ebben részt vettek, a saját karmájukat kell, hogy oldják, és ezáltal a kapcsolatot is megnemesítik. Mert hogyha mondjuk a helyére jön valaki az élők közül, akkor már nehogy hasonló karmát vonzunk be. Tehát itt két nagyon fontos lépés van. A gyász folyamat részeként, tessék szíves halotti szertartást tartani az elhúnyt emlékére, ami alapvetően megtisztítja ezt a kapcsolatot, és az egyik legfontosabb mondat egy ilyen szertartásban az, hogy e világ kapujánál állva útjára bocsátjuk az eltávozottat. Ő ment, mi maradtunk. Ő meghalt, mi élünk. Tehát ez a megkülönböztetés az, ami ezt a karmát megtisztítja, és ez a nagyon sok fontos tanítás, amit a lélek valamilyen szinten felfog a bardóban, attól függ, hogy mennyire tiszta az érzékelése, amennyit felfog, az betárazza magának, és a tudattalanyában a következő életében lehozza. Jó. Ó, hát ez csak az első lépés. Igen. <laughs> Utána meg kell egy kicsit vizsgálnunk magunkban, hogy azzal az elhaltal nekünk milyen karmánk van, volt és lesz. Ugyanis ő nem csak egy személy, ő az emberi mezőnek a része, mondjuk a család tudatmezeinek a része. És ha én nem változom meg, akkor hasonló családtagot fogok bevonzani, mint ami, aki ő volt. Tehát, hogyha bennem nem változik meg mondjuk az az arhetipus, amely az anya feliratot viseli, akkor nagyon hasonló anyához fogok születni, mint aki ezt születtem ebben az inkarnációban. A párkapcsolatra, gyerekre mindig az. Na most ezt nem tudod manuálisan szabályozni, mert nem látod. Tehát nem tudsz az apádon dolgozni, hogy az apád ilyen vagy olyan legyen. Magadon tudsz dolgozni, hogy a benned lévő férfi kép, apa kép változzon. Értjük? Na ehhez kell egy elképesztően tiszta tudati gyakorlat, amely, ahogy mondtam, az elején tárgyatlan. Tehát nem mókolunk a tudat folyamban. Szilárdan ülünk a pillanat jelenvalóságában, valóságában. Tiszta tükör tudatot fejlesztünk ki, vagy visszatérünk ahhoz. Úgyhogy ez a két lépés van. A kapcsolat megtisztítása és a saját útonjárásunk. És akkor segítettünk neki is, meg magunknak is. Rendben, köszönöm. Nagyon szívesen. Szükségem lenne egy tanítóra, és mivel nagyon sokfajta tanító van most így a környezetünkben, honnan tudom, hogy melyik az a tiszta tanító, amelyik uh, tényleg az utamra fog? Nincs tiszta tanító, mindegyik szennyezett. Akkor kitől tanuljak? A fától, a madaraktól, az égtől. <Szorítanak> ez a zen, ez borzasztó, ugye? <Szorítanak> el kell menni a spirituális bevásárló központba, tudod? És ott a különböző feliratú polcok között, hogy sétálsz, és így leveszed az instant megvilágosodás, vagy a hirtelen karmaoldás feliratú. Ne? Ne legyen? Hát akkor miért küzdesz ennyire a tökéletes tanítóért, vagy a neked való tanítóért? Tehát itt az van, hogy tessék szíves tényleg látogatni különböző ilyen idegen vallásbéli feliratú helyeket, és Nyugodtan nézd meg, hogy ki van ott, mi a tanítás, és kik veszik ezt körül. Tehát a tanító, tanítás, tanítványi közösség, hármasságát nézd meg. Érthető legalább részben a tanítás vagy sem. Követhető -e legalább kicsit a tanító, hogy annyira tasszít, hogy Úristen, legrosszabb álmában meg ne jelenjen ez borzalom. Vagy a társaság, hogy hm, Találtam egy-két színpit. Itt. De a többség. Na, szóval ez a három. Akárhova mész, ez jelen van. El tudod hinni a tanítást, alapszinten működőképesnek látod? Tudsz kapcsolódni legalább annyiban a tanítóhoz, hogy a tanítás egy része átmenjen, és megbíz benne? Be tudsz illeszkedni annyira a tanítványi közösségbe, hogy ott tudsz gyakorolni, és nem csak egyet petje? Tehát ezek nagyon egyszerű kérdések. Ne várd azt, hogy rögtön tetszik, vagy rögtön nem tetszik. Tapasztalni kell, ki kell próbálni. Már emlékszel, ugye? Egy darab elménk van, egy darab tudatunk van, egy lelkünk van, nem kettő. Nincs egy tisztábbik, meg egy szennyezettebb. Tehát pont azzal a szűrőrendszerrel szeretnéd eldönteni a hagyomány alkalmasságát számodra, mint amit meg szeretnél tisztítani, mert látod, hogy milyen tökéletlenségek vannak benne. Értjük? És ez egy hatalmas probléma. Tehát hogyan döntöd el tisztátalan tükörrel, hogy mi van előtted? És ezért, még hogyha esetleg kellemetlen is elsőre, de érzed, hogy működik, a tanító nem ad rögtön ilyen. Feltétel nélküli szeretetet meg egyebet, és ezzel nem minősítek senkit se kérdésében, se létében, de mindig a gyümölcsoldalt vágyjuk, azt szeretnénk. De ha érzed, hogy tisztít és felnőttebbé tesz, és az illúzió mögött van valami, ami mondjuk a felébredés folyamata, akkor abban lehet bízni. Aztán hozzászokunk és elindulunk a szellemi felnőtté válás útján. Úgyhogy ezek a paraméterek, ezek azt mondom, valahol követhetők. Jó? Köszönöm. Szívesen. Én arról szeretnék kérdezni, hogy beszélnél -e többet a karma és a dharma viszonyáról? Szeretnék. Köszönöm. Akkor beszélj, kérlek. Nagyon jó. A dharma a törvény, a karma a megnyilvánulás. Amikor a karma működését szeretnénk látni és tapasztalni, akkor az előbb-utóbb valamilyen bölcsességé alakul, ez a darma. És szoftver és hardware nélkül nincs működés. Tehát a darma és a karma szigorúan összetartozik, egy azon működésnek a két oldala. Nem helyes az abstrakt és konkrét megkülönböztetés. A darma rendkívül konkrét, és a karma rendkívül komplex tud lenni. Tehát a karma az az ok és okozat megnyilvánulása a nem látható és a látható világban egyaránt. A dharma az az a törvény, amit felismersz, hogy tényleg szabályozza ezt a működést. Az érzékszer fölöttiben és az érzékszervi síkon egyaránt ugyanaz a dharma működik, de az érzékszer fölötti helyzet és állapot az megkülönböztetik az érzékszerfesz kötött, megnyilvánult állapottól. Mivel a kettő között van egy határ, az ember azt gondolhatná, hogy e világ fölött másképp működünk, és más a törvény, mint ezen világban, a szenvedésben, a keletkezésben, a feltételhez kötöttségben. És ez az előfeltevés nem igaz. A törvény, a darma mindenhol a köztes lét négy fázisában, a két relatíve hosszabban és a két relatíve rövidebben ugyanolyan érvényel működik, de mindig az adott állapothoz releváns, ahhoz tartozik. Az ok és okozat működése tehát mindig világos. Csak az életben mutatja az élet törvényét, a halálban a halál törvényét ha figyelsz, ha tapasztalsz, ha az elmédet helyesen használod, összegyűjtheted, és ezáltal bölcsességet fejleszthetsz ki. Megláthatod, hogy a múltból hogyan következett a jelen, és a jelenből hogyan következik a jövő. Ezt odáig fejlesztheted, hogy belátod a múlt, a jelen és a jövő összes karmája ebben a pillanatban összpontosul. Amikor a karmát így látod, akkor a darma magas fokot és nagyon jó tisztaságot ért el. Tehát mind linearitásában, mind ciklikusságában nagyon jól lehet látni az ok és okozat működését. Miért és hogyan látom azt, amit? Miért és hogyan hallom azt, amit? Szagolom, tapintom, érzem azt, amit. Tehát az ok és okozat működése ebben a pillanatban, ez a karma megnyilvánulása, az ebből leszűrt bölcsesség, a dharma, a törvénybelátása. Így alakulnak ki a szokásaid, a személyiséged, az odatartozásod, az önképed, legyen az egyéni önkép párkapcsolatban a te részed, a családban, mint családtag a te identitásod, és a társadalomban, mint a te részvételed. A buddha alaptanítása, hogy a karma eredetileg nem létezik, teremtett dolog, és a tudatunk teremti. Tehát a személyiséged, mint avatár, eredetileg nem létezik, hanem mi teremtjük azt. Egymásnak. Úgyhogy a hatodik pátriárka kérdésével, amely nem költői, hanem megvilágosodott buddhai kérdés, ezzel zárom a darmáról szóló választ amikor nem gondolsz jóra és rosszra, mi az eredeti arcod? Ebből származik az a kérdés, hogy mi az eredeti arcod, és ennek a leegyszerűsített változat az, hogy mi ez. És hogyha ez a tükör tiszta, akkor a karma működése, így a darma is tiszta. Ha ez a tükör nem tiszta, semmi sem tiszta. Szabad még? Attól függ. Azt mondtad, hogy eredetileg nincs a karma. Uh -huh. De létrehozzuk, tehát van. Ha nem hozzuk létre, akkor hol van a dharma? Ha nincs karma, akkor dharma sincs. Jó, köszönöm. Szívesen. Ha nincs probléma, nem kell megoldani. Nekem eredetileg nem volt kérdésem, viszont a dharma beszéd eleje óta azt éreztem, hogy nekem kérdeznem kellene valamit. És megpróbáltam ennek kicsit mögé nézni, és azt érzem, hogy, hogy meg akarok felelni, és én nagyon jó zentanítvány akarok itt most lenni. És amikor ezt... Na, <laughs> igen, amikor ezt így, erre így ráláttam, azt nem tudom, hogy ez honnan jön, viszont egy idő után Apuka. boldog lettem, hogy lett, <laughs> lett egy kérdés. Apuka neveléséből jött onnan. Nekem ne akarjátok -e megfelelni. És azt hogy csináljam? Gyakorolj! Gyakorolj! És akkor kikerülök az apuka inboxból. Tehát a tanítót, az apát, a tiszteletest, a papot, a tekintés szemét, azt úgy nagyon átfedéssel szokjuk látni. Tehát amikor valaki koan interjúra bejön először, úgyhogy már látott videót, meg volt a templomban, legalább egy kezdő elvonuláson, és a középhaladó első interjúján úgy remeg, mint a nyárfa levél, és én közben mosolygok, így együttérzően, akkor leül és megkérdezem, szorongsz? Igen. <coughs> Jó. Tisztázzuk le, hogy én ki nem vagyok. És nem érti. Nem vagyok az apád, nem vagyok a férjed, nem vagyok a pap az életedben, a rendőr, a tanító, az a tekintés személy, akit összegyúrva rám és félsz. Ezért ne akarj megfelelni nekem. Legyél úton járó, törekedj a tiszta tudat elérésére, ebben tudok segíteni. De az ég szerelmére, te ne akarjál józen tanítvány lenni, akkor folyamatosan bukni fogsz, onnan veszed észre, hogy félsz tőlem, hogy nem foglak elismerni hogy nem nyilvánítalak józen ugye? Golyó álló. Tehát annyiszor keresztül mentünk ezen, hogy nagyon. Tehát a lényeg az, hogy, hogy tedd. Just do it. Csak Ted. Ennyi. És ha gyakorolsz, akkor ezek a különböző rávetülések, ezek mind megszűnnek. Mit mondott Jézusunk? Aki nem vágja le magáról az apai és anyai identitást, az nem követheti az önvaló útját. Tessék megnézni így a fordítást. Sokkal lépkézlábabb, mint mondjuk a kicsit régebbi, arhaikusabb, durvább változat. Jó? Köszönöm. Mikrofonba köszöntöm, mert senki nem hallja. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A leborulás és az ülésnek a hőfoka között mi a különbség gyakorlás szempontjából? gondi Az, hogy vagy bekapcsolod, vagy nem. Mostanában. Hát azért a leborulás ez egy kicsit hevesebb. Tehát ott nagyon sok minden történik, ami kívülről először nem látszik, pedig sok milliós, sok tízmillió ember gyakorol leborulást, így ahogy beszélünk, Ázsia különböző országaiban talán itt Magyarországon is, a cél az, hogy a 870 ezret elérjük. Ez a 10 kal jelenleg Magyarországon élő lakosságnak. Csak vicceltem. De hogyha ezt a 10 ot elérnénk tényleges praxisban, akkor kezdene a mentális egyensúly visszabillenni a normalitás felé. Nem ezt látjuk. Tehát a leborulás, mivel fizikai mozgás van benne, ezt a mikrokozmikus energiakört, a teljes energiarendszert elképesztő erővel megtisztítja. Amikor ülsz, az már tényleg csak a felhők elfúvása, nem pedig a jég törése. Kettő közt a mantra, amikor a karmát egy picit finomítod a nagy darabból a kis darabba, leegyszerűsítve. Tehát nem mindegy, hogy csak így csepegtetjük az esővizet, ülés, szemerkél az eső, ott a falad, és így finoman, így, így, így esik rád és az esőtűrő növényhez hasonló emberek, ezt nagyon szeretik, én is szeretem. Tehát ülök, és így esik az eső, és elképesztően jó élmény. Akár a darmateremből hallgatva, akár egy ilyen finomabb nyári napon kiülve. De a leborulás ez a magas nyomású mosó. Az a sok légkörös. Csiu, és így és ez azért érdekes, mert a leborulás közben szoktak a legdurvább tudatalati képzetek fölmerülni. Aki több százat is megcsinált, az tudja. Aki rendszeresen leborul, az is tudja. Mert a rendszerben az energia és az információ, mint karma, el van tárolva. És hogy ez a magas nyomású mosó elkezdi pörgetni ezt a mikrokozmikus energiakört megfelelő irányban, elkezdenek felszakadni ezek a zárványok. Egy elvonulás nagyon kevés paraméterben leírható. Egy. Csendben van-e, vagy sem? Kettő. Csoportos, vagy sem? Tehát vannak egyéni elvonulások, hogy elmész, és akkor naphosszat valahol vagy, aztán visszajössz este. Harmadik. Van-e leborulás, vagy sem? És ez főleg Mahajánában ugye illetékes, mert a Téravádában nincs leborulás, legébbis olyan mértékben nincs, mint a Mahajánában. A tibeti, a kínai és a koreai az, az nagyon sokat borul. Úgyhogy öm, érdemes gyakorolni, és tudni kell, hogy miért csinálod. Amikor Sunxház megkérdezték arról, hogy mi a leborulás értelme és működés, azt mondta, hátrahagyod a karmádat, te is az univerzum egyé váltok. Azóta se tudtam jobbat így találni. Úgyhogy ez kb. 25-26 éve hallottam tőle. Jó? Köszönöm szépen. Szívese. Hogyan lehet megtalálni az embernek a helyétől? A előtt állunk, és nagyon nem mindegy, hogy hol fogjuk történni a jövőket, ugye milyen emberekkel fogunk találkozni, és a többi, és a többi. Nyilván ezt nem lehet tudni előre, de hogy hogyan lehet a megfelelő időben a megfelelő dolgokat megcselekedni. Tiszta a pillanat? Hát nem mindig. Akkor nem vagy a helyeden. Ha tiszta a pillanat, akkor teljesen ösztönösen megtalálod a helyedet. És az irányt is. Tehát a hely az egy statikus yin dolog. A hölgyek ezt nagyon jól tudják, ezt úgy hívják, hogy otthon. A férfiaknak kéne a jangnak lenni, az útnak, az iránynak, amit követünk. Tehát a vándor életben, amikor még ilyen jurtákkal, meg ekhós szekerekkel vándoroltunk jobbra-balra, akkor a férfiak jelölték ki az utat, mentek az irányba, és ahol letelepedtek, ott biztos, hogy otthont kellett tudni teremteni. Ez már nők dolga volt. Ezt most a bútoráruházakban lehet nagyon jól látni, ki milyen bútort választ. És olyan nincs, hogy olyan bútor legyen, vagy olyan szobabeosztás, ami a házasszonyának ne tetszene. Vagy ne tartaná alkalmasnak az adott tevékenységre, amiről az a helység szól. Legyen az konyha, hálószoba, idoda, fürdőszoba, bármi. Itt, itt észreveszed ezt az arhetipust. Úgyhogy milyen irányt vesz föl az életetek? Pontosan mik a céljaitok? Hogyan viszonyultok ti egymáshoz családon belül? Ez fogja kívül eldönteni azt, hogy hová költöztök, milyen társaságban lesztek, milyen, milyen közel vagy messze lesztek a munkától, az iskolától, az óvodától. Tehát keressétek meg az életcélt, a közös célt, és az fogja eldönteni, hogy hol laktok, kik között, és milyen közel a civilizáció különböző pontjaihoz. Köszönöm. Nagyon szívesen. Egyéb kérdés? Egyre rosszabbul érzem magam a struktúrát eh, helyzetekben. Oktatási ügyben vagyok, nem magyarországon. Egyre inkább azt látom, hogy maradjunk annyiban, hogy jönnek a gyerekek, és valami nagyon más kéne. Valami egészen másképp kellene csinálni. És valahogy nem, nem látom, hogy hogy, hogy tudnám ezt megoldani a struktúrán belül. Mit érhetsz el az érzelmeiddel? Semmi. Ez a baj, ezért nem hiszel benne. Mit érhetsz el a gondolataiddal? kiépített stratégiákat, de ez nem jó. <laughs> Egy darabig elvédelsz. Ez is alig van a nulla fölött. Az azért döbbenetes, hogy az érzelmeidre ezt mondtad. Nagyon-nagyon furcsa ütközéseim vannak az egyes érzelmeken keresztül. Nyilván elérek valamit. Tehát de, de mindig csak szentéről. Tessék az energiatestet rendbeszedni. Mert érzelmileg eléggé kócos. Én. És hogyha... Leborulás, mantra, ülés. Megvan a recept. Meg kell tanulni az gyakorlatot és rendbeszedni az energiatestet, mert az információ tartalma, főleg érzelmileg, nagyon-nagyon rosszul áll. És hogyha az érzelmekkel nem tudjuk a hitrendszer támogatni, akkor nincs szeretett kapcsolat. Köszönöm. Szívesen. Nem csak te nem értetted, de nem fogom jobban elmagyarázni. Tessék újra meghallgatni. Na, ez alázatos magatartás, tehát elmondom. A közvédelemmel ellentétben mi emberek sokkal inkább támaszkodunk az érzelmeinkre, amikor energiaforrásra van szükségünk. Tehát, hogyha az érzelmeiddel semmit nem tudsz elérni, akkor a kapcsolataid így omlanak össze. Ha túl sokat el tudsz érni, akkor manipulálsz, mert akkor nagyon jó vagy benne. Ha túl keveset, akkor egyedül maradsz. Egy ilyen struktúrált helyzetben, mint oktatásügyi és egyebek, egy alapvetően kiegyensúlyozott, együttérző szeretet kapcsolat nagyon fontos, hogy a hivatásodba vetett hitet támogassa. Ha ez nincs meg, kimegy az energia belőle, és a hitrendszer nem tudja visszatámogatni az érzelmeket. Ez a baj. Így megvan? Alakuljon. Egyébként le lehet ezt fordítani közvetlen párkapcsolatra vagy családra is. Megbízom-e a másikban, illetve kiépítek-e szeretett kapcsolatot? El tudom-e érni az érzelmeimmel, hogy szeretetteli légkör legyen köztünk? és akkor a hitrendszer ezt támogatja. Alakul? Alakuljon. Ott, tessék. Vagy én úgy érzem, mindent megtettem, hogy a gyerekek miatt is a házasságomat megmentsem, és hogy, hogy uh, beladjam azt, hogy legyen köztünk egy uh, kapcsolat, de kudarcba mentem minden zsákutcába. Most tudom, hogy nagyon divatos ez a narcisztikus szó, de valamilyen szinten úgy érzem, hogy egy ilyen párom van, és a gyerekeim apja. Hány év után jöttél erre rá? 19. Akkor valamit nem láttál 19 év. Nem. Nem. Ja. Úgy narcisztikus, hogy ö, teljesen elviselhetetlen önközpontú, és csak a saját önképe fontos, vagy pedig nem kapod meg tőle azt, amit szeretnél? Semmit nem kapok meg tőle, és mindig leértékel. Tehát a leértékelésben volt részem 20 évig, és uh, uh, neki köszönhettem, hogy elindultam a saját spirituális utamon, mert úgy éreztem, hogy hát az én életem nem, erő, nem ennyiről szól. Okay. Tehát ő volt a legnagyobb tanítóm. Oké, okay. ez gyönyörű. És ezt a tanítást ezt el kell raknod magadban úgy, hogy ne válj a következményévé, és ne hasonulj hozzá még indirekte sem, mert sajnos az együttélés során akármilyen negatív minőséget tapasztalsz, Hasonulhatsz hozzá, csak azért, mert reagálsz, és a reaktív tudat beépíti az identitásba, úgy alulról. Oké? Okay? És amellett, hogy leértékel téged, mit csinál még? A, például ilyen rendezvényre, hogyha eljövök, akkor tehát szerettem volna, hogyha ő is velem jön, de hát ilyenekre nem is. Alkot ítéletet fölötted? ítéletet? Hm. Az most hogy érted pontosan? A leértékelés az általában ítéletalkotással párosul. Ez van? Hát én mindig negatívan jöttem ki mindenből. Aha, oké. Okay. A saját önképét fontosabbnak tartja ti? Igen, mi? igen. Oké. Okay. Önzőnek látod, anélkül, hogy ezt bármikor kicsikét bonthatnád, vagy oldhatnád? Ö, most én ezt a mondatodat nagyon tetszett, és úgy érzem, hogy nem én vagyok az, aki az ő lelkét megnyitja. Ezek elég súlyos tünetek. Tudom, tudom. Képes a segítségadására bármi módon? Ö, nem, nem, tőlem semmit nem fogad el, és most hogy azt mondtam, hogy válok és elmegyek. Én lettem a legnagyobb ellenségem, mert nem érti, hogy nekem mi, a, mi az én problémám. Hány gyereketek van? Kettő, és Hány ez a 20, évesek? 20 és 19. Jó, akkor az az igazi kérdés, hogy eddig ezt miért nem vetted észre? Erre nagyon sokat kerestem magam a választ, és nem tudom. Reméltél valamit? Igen. Mindig reméltem, hogy jobbra fordul. Mitől? És a gyerekeimet nem tudtam ott hagyni. Mitől fordult volna jobbra? A, az, az igazság, a gyerekeimet nem tudtam ott hagyni, és mehettem volna egyedül, ahova akarok. És nem tudtam megtenni. Ez egy egészséges anyai önfeláldozás. De ez 50 százalék. Ezt minden együttérzésemmel együtt mondom. És most, hogy kirepültek, érzem azt, hogy most velük együtt kizutok. Tehát más irányba tudok repülni. Ha ebben hiszel, akkor tedd ezt. Köszönöm. Már, már nagykorúak. Igen, igen. És ezért is kérdeztem, hogy tudok nekik segíteni, és úgy érzem, hogy most a saját példámmal tudok nekik segíteni. Szerintem az, hogy a férjed, illetve a gyerekeid apja a számodra taníthatatlan, elérhetetlenné vált, és ezt közlöd vele, elkerülhettek egy nagyobb konfliktust, ami nagyon fájó és sebző tud lenni és elérkezhetsz egy olyan lezáráshoz, ami után egy újabb fejezetet tudsz nyitni az életben. Ettől a lezárástól nem szabad félni. Ezt, ezt meg kell tenni, ha úgy érzed, hogy ez teljesen reménytelen. De magadban el kell végezni azt a munkát, hogy mit nem láttál 19 évig, ahhoz, hogy a következő társad ne ehhez hasonló mészerkezettel rendelkezzen. Köszönöm. És ezt azért tedd meg, hogy a gyerekeid ne ilyen párt válasszanak. Na, ezért mindent meg, ez meg mindenre képes vagy hogy ezt megtegyem. Pont ja. Ezért kell magadon dolgoznod, hogy ezt a transgenerációs karmát, ezt ne húzzák be. És innentől kezdve engedd meg, a gyerekeid a fontosak. Tudom, hogy ezt éveken, így majdnem két évtizeden keresztül így láttad, és így gondolod. De valahol azt a fajta sebezhetőséget, amelybe ez a narcisztikus személy bele tudott kapaszkodni, ezt magadban fel kell számolnod, hogy amikor a gyerekeidben előfordul, mert előfog, akkor segíthes nekik, hogy a terelátásod már az ő traumájukat hamarabb oldja. Van-e bármiféle szenvedélybetegségtől kezdve fixációs hobbig bármi a férjed életében? Hát ő most tévét meg téved, tehát a filmet néz és sportot, tehát ez, ez, ez Jó, non de hát Mennyit? Naponta Nap, hány óra? Hát a munka nyolcra munkaiden kívül csak ez van, meg a kutyája, semmi más. Oké. Okay. Tehát veletek nem is tudjon akar foglalkozni? Nem tud, nem tud. Hát tudhatna, tud, ha, akarna, ha akarna, de, de, akarna, de, de akar, nem akar, ezért ak nem. Ak Igen. Jó. Nézd meg, és ez mindenkinek egy nagyon komoly teszt, hogy a narcisz, narkisszos, narkomán ugyanon, ugyanonnan jön. Tehát a narkománia, mint a szenvedélybetegség, ami csak a saját szükséglete, önképe élvezete, ami elszigeteli, ez nem azt jelenti, hogy ne nézhetne valaki én időben 30 percet abból, amit éppen szeret az adott csatornából. Ez nem erről szól, csak ha ez a családnak ennyire a rovására megy, az azt jelenti, hogy ő el akar szigetelődni, nem akar ezzel az emberi környezettel foglalkozni, amely viszont táplálja őt még mindig. Igen. És ezért helyes az az ébresztő mozdulat, amelyik uh, ezt a táplálást megszünteti. Akkor jól cselekszem, hogy most akkor kilép. Nem mondtam, hogy jól cselekszel. Ha jól lépsz ki, akkor cselekszel jól. Ha jól, és hogy tudok jól kilépni? Úgyhogy nem maradsz az anyja. Hogy nem maradok az anyja. Igen, mert azzal, hogy ezt a narcizmust így 19 évig nem láttad és kiszolgáltad, felvettél egy burkolt vagy elvállalt anyaszerepet az így. ő életében. Ez így van. És ezt meg kell szüntetni. Ezt kell megszüntessem. Aha. De... Ezek után eldöntheted, hogy tényleg bontani kell a házasságot, vagy sem. De ha megszünteted az anyaszerepet, akkor ez a narcisztikus viselkedés nincs kiszolgálva, és a narkomán ugye fixáció az meg fog szűnni, mert nem lesz rá ideje. Ki lesz robbantva a kényelmi zónájából? Döntsd el, hogy ennek milyen ára van, és ezt meg kell fizetni hát a gyerekei meg akarom csinálni, tehát... Ezek után döntsd el, hogy ha ezt az irányt fölveszed, mi a szükséges Én már cselekés. kilépek, ezt már döntöttem, Tehát, hogy én már kilépek ebből. Tehát elvál, el, szeretnék válni. Ne tőlem kér nem, 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 is az engedélyek, nem, nem, az engedélyek kérem, hanem ez a döntés a megszületett bennem. És uh, a saját utamat akarom járni. Legyen így. Köszönöm. Nagyon tiszta tudattal kell cselekedni, mert amikor elindul a tényleges folyamat, minden, ami addig elfolytott karmaként tárolódott az érintett személyek tudattalanyában, minden a felszínre jön. Ez egy mini-apokalipszis lesz. Ez érzem már. Tehát ez Jó, ehhez nagyon erős lélekre van szükség, hogy ez az örvény ne szívjon be. Tudom. Jó. Köszönöm szépen. Így. Köszönöm. Nincs mit, nincs mit, tessék gyakorolni. Egy ilyen helyzetben napi 300 leborulás és napi legalább egy óra konszemból szám mantra, vagy gáté, 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 mantra, hogy a lélek erős tudjon maradni. Ez, ez nem csalás, nem ámítás. Jó? Jó, köszönöm szépen. Nagyon szívesen. Utolsó két kérdés. Kicsit visszatérnék a félelemmel kapcsolatos témakörhöz, hogy vannak olyan zen vagy inkább buddhista történetek talán, ahol a szerzetes uh, csendben tűri azt, hogy levágják a fejét például, erre gondolok. Tehát, hogy a, a, És ez nekem egy kicsit összefügg az elfogadással is, illetve azzal, hogy egy adott szituációban milyen erőfeszítéseket kell tenni. És, uh, nyakból? Nyakból. Okay. Hát Most miért bánem? ezt a levágott fejű szerzetest hozott Úgy Titkon tudatalat van veled Bármi, ami mondja, problémát jelent a kapcsolatunkban? Tehát... A mi kapcsolatunk tökéletes. Hát akkor miért akarod levágni a fejemet? Félsz? Tőled? Néha. De aztán gyakorlok keményen, és elmúlik. De. Szóval a, a kérdés a, sem az volna, hogy a félelem nélküliséget, azt mondtad, el lehet érni. Annak ez egy helyes megnyilvánulása, hogy valaki ül és hagyja, kivéve hogy leválják a fejét? Tudod. Nem. Ez kontextusból kivéve nem lehet. Melyik szerzetes, milyen templom előtt, milyen körülmények között? Ekkor igen. Ez, a, ez a ugyanaz, hogy felgyújtjuk magunkat, mert egy-két szerzetes megcsinálta. És simán így, és végigült azt, hogy elég. Nem lehet erre kívülről gombot varni, oké? Okay? semmiféle olyan magyarázattal, ami így, vagy, hú, ez most helyes volt, hogy helytelen. Nem tudjuk. Ott voltunk? Nem. Láttuk a körülményeket? Nem. Hány katona vettek körül? Nem. Elmondok egy történetet, ami szerintem ugye a mögöttessére rávilágít. Ez van kínai tibeti változatban, japán koreai változatban, mikor épp melyik ország támadta meg a másikat. Tehát inváziós hadsereg, kardal, kivon, huska, amit akarsz, rohan fölfelé a hegyre, mert a templomos stratégiai célponttá nyilvánították, és minden szerzetes, a a szerzetesek ezt látják, tudják, elmenekülnek a hegy belsejébe, és egy idős apát az ott marad, ül a darmateremben, a buthával szemben, nem mozdul, meditál. Berontanak a katonák a darmaterembe, és a kardot odailleszti a szerzetes nyakához, a vezér, és azt mondja, tudod milyen hatalmas vagyok? Szemrebben és nélkül levágom a fejedet. És a szerzetes visszaszól, tudod milyen hatalmam van? Szemrebben és nélkül hagyom, hogy levágd a fejemet. Ez az a történet szerintem, amire gondoltam. És ezt én érintetlenül hagyom. Mindenki döntse el, hogy a saját életében ez mit tanít. Hogy az önfeláldozásnak milyen helye van hogy mit érsz el azzal, hogy ezt hagyod, vagy pedig te is elmenekülsz, mint a többi szerzetes, és újraépítitek a felé, felégetett templomot. A Koreában a Hidejosi invázió, 1490 92, több ezer templomot így fölégettek, és rengeteg ilyen történet volt. Akik életben maradtak, újra tudtak épülni, akik ezt elvállalták, azok lettek a síron túli példaképek. Töntsd el. Oké? Okay. Persze. Hú, valamit tud. Utolsó kérdés. Beszéltél az elején a halálfélelemről, és akkor mondtál egy mondatot, hogy félni az élettől. Mm -hmm. Hogy ezt pontosan uh, hogyan érted, és miből veszik észre, hogyha az élettől félünk? Legtöbben az élettől félünk, mert hogyha egy kicsit mélyebbre mész, nem tudjuk, hogy mi a halál. Tehát összemossuk a halált a szenvedéssel, a vesztességgel, a változással, a fájdalommal, pedig ezek, ha vannak, ezek a minőségek, csak az oda vezető út az átmenetről ha csak nincs egy nagyon komoly transzcendens tapasztalásod, érdemben nem tudsz, nem tapasztaltad, nem haladtad meg az élet és halál síkját. Az élettől sokkal jobban félünk, és ezt néha halálfélelemmel maszkírozzuk. Amikor félsz szembeülni a pároddal, akivel éppen nem értesz egyet, és hetek óta nem szóltok egymáshoz, amikor egy konfliktust nem mersz megoldani, amikor egy csekket nem mersz befizetni, amikor elgyávulsz akkor, amikor jelen kéne lenni egy élethelyzetben, felismerni, hogy pontosan mi ez a helyzet, mi a helyes kapcsolat és mi a teendő, ekkor az élettől félünk. És az, hogy ne féljünk az élettől, az tényleg függ attól, hogy mennyire ismerjük magunkat. Mennyire ismerjük azt a darmát, azt a törvényt, amely magunkat és a másikat, a környezetünket egyaránt kormányoz. Úgyhogy az akadálytól mentes tudatban, ahogy azt az előbb a szívszutrából idéztem, nincs félelem. Ez nem csak a halálfélelemre, hanem az életfélelemre is vonatkozik. Hogyha meglátod, hogy kivé válsz az utadon, akkor eldöntheted, hogy ebben a folyamatban bízol-e. És ez a bizalom oldja a félelmet. Hát azzal a személyé válsz, akivé szeretnél lenni. Ezt nagyon gyorsan le lehet tesztelni. Ebben a pillanatban elindul egy 10 percet visszaszámláló óra, addig bármilyen karmát rakhatsz ki és be magadból, és magadba. De utána indul egy új test, és csecsemőként megszületsz. Azzal, amit 10 perc múlva te magaddal visszáll. Lenne munka? Na, akkor még egy csomó elvégzetlen dolgunk van és éppen ezért a félelem ez, ezt, ezt, eddig akadályozta. A másik, amikor leküzdesz egy akadályt, egy materiális, bármiféle feladatot megoldasz, akkor annak a túloldalán mi vár? Tehát érdemes a hegyet megmászni, és a túloldalán lemenni? És hogyha látod, hogy az ok és okozat hogyan működik, akkor bizonyos feladatokat joggal utasítasz vissza, mert azt mondod, hogy ez érdektelen. Nem érzek sem motivációt, sem kényszert, semmiféle önzetlen segítséget sem ebben. Érdemben nem változom, sem én, sem a világ, csak átmentem a túloldalra, leküzdöttem valamit, és úgy tűnik, hogy az idő és energia befektetésen kívül semmi érdembeli tapasztalat nincs. Ezt hívjuk ismétlésnek, fejlődés nélkül. Jó? Úgyhogy én kívánom, hogy mindenki azzá váljon az útján, aki meg szeretne születni a következő életében. Miért? Mert úgyis ez lesz. Ha tudatos, akkor ezt jobban fogod csinálni. Ha nem tudatos, akkor a tehetetlenséget kiszolgáltat a saját karmád automata És hogyha ezt jól csináljuk, akkor tudatosabban olyan helyre születünk, ahol ismét emberek lehetünk, ismét jó nevelést kapunk, ismét találkozunk a darmával, ismét találkozunk a tanítóval, ismét elérjük a felébredést, és ismét teszünk egy őszinte erőfeszítést, hogy minden lényt megszabadítsunk a szenvedéstől. Ez a tíz nagy fogadalom, amely az ezer szem és kész benne van, teplomunkban minden nap recitáljuk. El lehet olvasni az énekes könyben. Ezek azok a vezérelvek, amelyek, hogyha beépülnek a tudatba, egyrészt oldják a félelmet, mert egy olyan darma birtokában vagy, amely meghaladja az életet és a halált. Ebben lehet bízni. Tapasztaltod mértékében a tiéd. És ha ezt az utat követjük, akkor fejlődünk. Akkor haladunk a felébredés felé. Ezt kívánom mindenkinek, jó sok közös gyakorlással itt és a templomunkban egyaránt. Köszönöm, hogy eljöttetek.